Debrecen város ünnepi közgyűlésén átadták a város elismeréseit. Az egyetem több professzora rangos városi elismerésben részesült. Kósa Lajos polgármester köszöntő beszédében azt mondta, hogy a Debreceni Egyetem az ország vezető egyeteme. Hogyan fogadja ezt rektorként Fábián István? Kezdem a végén, nincs okom, hogy tiltakozzak. Valóban a Debreceni Egyetem az ország egyik meghatározó, többek szerint a vezető egyeteme, és hát persze nagy öröm ez a nap nekünk, hiszen két kiváló professzorunk város díszpolgára lett, illetve Pro-díjat kapott egy emeritus professzorunk, nevezzük meg őket, hogy Újvári professzor úr, Fésős professzor úr és Pálinkás professzor úrnak. Én azt gondolom, mind a hárman kiemelkedő egyéniségei egyetemünknek, és hát a Fésős professzor úr, illetve Pálinkás professzor úr jelenleg is aktívan segíti az egyetemnek a fejlődését. Nagy öröm ez. És azért még azt hozzátenném, hogy van még egy Pro-Urbedi, amit Ábrahám László kapott. Ő ugyan nem az egyetemünknek a munkatársa, de éveken keresztül a gazdasági tanács tagja volt, és nagyon sokat segíti egyetemünket. Az egyminőségi különbség, meg kell élni, hogy mit is fog ez jelenteni az ember életében, de nagy várakozással tekintek arra, ami most egy érzés, hogy azért kicsit másképpen kell valahol belén az ember tudata alatt egy olyan elvárás saját magammal szemben is, ami egyfajta debreceni követi funkciót külföldön vagy máshol az országban kell, hogy jelentsen. Itthon pedig hát egy, azt nem azt mondom, hogy mostantól kezdve viselkedjen egy díszpolgár, mert hiszen talán eddig életem során sem tettem, hanem valamilyen formában többet tegyen még a városért, és ennek keresni is fogom a módját, hogy milyen úton találjak erre hát megoldást. Tényleg számos díjat kaptam életem során, de különböző városokban, különböző helyeken tudományos díjakat kaptam. Olaszországban díszdoktora vagyok az Ungvári Egyetemnek, és sorolhatnám tovább, de ez számomra a legkedvesebb úgymond, hiszen ezt a városom adta. A városom tisztelt meg, amelyben nyilvánvaló nekem azt kell érezni, hogy tettem valamit ezért a városra, hiszen a pro urbe az azt jelenti, hogy a városért. Valószínűleg ezekért a tettekért vagy cselekvésekért kaptam ezt a megtisztelő díjat.